tulajdonképpen szeretnek már annyira több, mint hobbinak kell lenni a műfaj zene iránti szeretetnek, hogy anélkül az embernek talán tényleg nem is lehet teljes az élete. Hát legalábbis én így voltam vele, de azt hiszem a többiek is. Annak idején, akik elmentek, azok is. És mi adja a belső indítatás, hogy mindig újat készíteni? Hát igen, szóval ez érdekes. De ez nagyon profán választ tudok erre adni. Egy idő múlva az ember már nagyon megunja az előző műsort. És ez tulajdonképpen nekünk elég hibánk, mert nem mi, hát szóval nagyok úgy kihasználnak egy-egy műsort, hogy évekig ugyanaz a műsor futtatják. És hát így az nagyon kellemes, nagyon kényes. Nem tudom, bennünk meg mindig van, hogy valami új, valami más, valami még jobb, ha lehet. Azt hiszem valahogy így van. Pedig már sokszor mondtuk magunknak is, ez egy butaság, szóval ez hülyeség, hogy miért gyötörjük örökké magunkat. De a másik oda meg azt mondom, hogy addig jó. Addig jó. Régen te zongorán kezdtél. Ha, ja, az ősidőkben. És hogy jött a váltás? Hát ez roppant egyszerű volt, mert tulajdonképpen maga a váltás, mint tény, azzal kezdődött, hogy a Hurin Pista idejött dolgozni. Na most teljesen nyilvánvaló volt, hát azt tudtuk, ismertük, ugye, és teljesen nyilvánvaló volt, hogy a Pista az egy tanult, képzett zongorista, aki hát nálam százszor jobban játszott persze, akkor is, és most meg már persze pláne. Nyilvánvaló volt, hogy ez nem lesz így jó, mert ő is szeretne zenélni, mi is szeretnénk, hát ez még a trió idejében volt, amikor jött a Pista, és aztán lett ugye a kvartett. Tehát akkor értelemszerűen én borzasztó vibrafon bolond voltam már akkor is, de Isten igazából nem próbálkoztam még a vibrafonnal komolyan. De akkor valahogy adódott a dolog, hát álljon meg a menet. Hát itt van nekünk egy jó zongorista. Mondjuk mi lenne, ha én meg vibrafonoznék? És nem trióban maradtunk volna, és mint ahogy nem is maradtunk, hanem lenne egy kvartett. Az mégiscsak plusz, jobban is hangzik feltehetően, sőt, nem is egy nagyon megszokott, legalábbis nem Magyarországon hangszerösszeállítás. Tulajdonképpen így adódott. És akkor én fölálltam a zongorától, ott hagytam, és azóta csak vibrafonozok. Nekünk ez az életünknek egy rendkívül fontos része, és tulajdonképpen nem hiszem, hogy enélkül lehet élni. Nem hiszem, hogy enélkül lehet élni, mert az ember szereti a zenét, és annyira szereti, ahogy mi, akkor ha teszik, hanem muszáj zenéljen. Na most, hogyha ez elviselhetetlen a hallgató számára, az úgy is kiderül, ahogy az ellenkező. Te nem is tudnád elképzelni, hogy hetekig ne játssza. Nem, nem.
nem tudnám elképzelni, és tudom, amikor kényszer, szabadság, stb. Vagy másokból ki kell hagyni egy 2-3-4 hétig a zenét, vagy próbát, elég ritkán van, akkor mindenki már úgy érkezik farkas éhesen a muzsikára, a próbára, mint hogyha 2 év óta nem játszottunk volna. Szóval ez egy nagyon fontos dolog nekünk, meg hát meg, ahogy az idő halad, annál inkább. Tehát nem lehet megöregedni, nem lehet nyugdíjba menni úgy, hogy az embernek ne legyen egy nagyon komolyan vett, nem azt mondom, hogy komoly, de komolyan vett hobbija, ha ez annak nevezhető. Mert akkor egy kicsit azt hiszem, hogy abóhó megrövidíti a hátra levő idejét. Szerintem egy énekesnő holtig tanul, ugyanúgy, mint a színészek, vagy bárki, aki a művészi pályára megy. Én 16 éves koromban kezdtem el az éneklést tanulni, előtte már 6 évig tanultam gitározni, utána magánénekre jártam Egerbe, mert én egri születésű vagyok, Budapesten Síkolgához 3 évig, mostanában pedig magamat képzem. De úgy gondolom, hogy naponta több óra hosszát kell, és én nagyon sokat gyakoroltam, amíg eljutottam erre a szintre. Hogyan alakult ki a kapcsolat a jazz kvartettel? Hát kezdetben én a Balatonnál énekeltem, Balatonfüreden, és a jazz kvartettből Tompa Gyula, neki a fia ott vitorlázott, és végül is, ahogy egyszer lent járt, akkor meghallott, és utána felkért, hogy örülne neki, hogyha a Szekszárdi jazz kvartettel énekelnék. Én pedig örömmel elfogadtam, mert nagyon tetszik a zene, és jól érzem magam benne. Te profi vagy olyan szempontból, hogy ebből élsz meg? Hát félig meddig. Tehát végül is voltak show műsoraim, jártam vele az országot, Szegedtől kezdve Mosó-Magyaróvárig egy egyórás műsor, ami volt énektánc. És tehát végül is persze Gázsiért léptem fel, akkor voltam kint Svájcban énekelni, de hosszú távon biztos, hogy hivatásos énekesnő és táncosnő szeretnék lenni. Itt Szekszárdon mik a terveid? Hát megkóstolni a bort elsősorban. Hát és nagyon szeretek ide lejönni, mert érzem, hogy a zenekar és a baráték nagyon nagy tisztelettel és szeretettel fogadnak mindig, és nagyon jól esik. Meg jól érzem magam a zenekarral, mert tetszik ez a zene, és kitombolhatom benne magamat. A jazz kvartett történetében többféle muzsikát próbáltunk játszani, eleinte az első lemezeinken saját kompozíciókat,
aztán később megpróbálkoztunk jazz standardekkel, azokat azért nem akartuk korábban játszani, hogy ne utánozzunk másokat. Majd a repertoárba kerültek klasszikus zeneszerzők földolgozásai. És akkor jön a jubileum lemez, gondoltuk tavaly. Hát most vajon mit kéne újítani? Talán bővíteni kéne úgy, nem a repertoárt, hanem az, akik eljátszák. És a Varga Gyulával már régóta kacérkodunk, de eddig nem jött össze, most azonban igen. És mivel egy csodálatos hangú énekesnő fölbukkant a láthatáron, akkor úgy gondoltuk, hogy akkor legyen egy énekesnő itt, és két szóló hangszer, az egyik a Varga Gyuszi, másik pedig Körtés Józsi, aki a fuvolán, hát legalább három műfajban igencsak jól otthon van. Ezt az összeszokottság már óriási. Ha nem is látom a társamat, hallok egy hangot, már tudom, mire gondol, mit fog utána csinálni. És a vendégeknél pedig, szólistáknál, hát kegyetlen módon kellett alkalmazkodni. Tehát kellett koncentrálni arra, hogy alkalmazkodjunk, és a számunkra ismeretlen egyedi allürjeiket is tudjuk követni. Egészen más. És milyen érzés volt új zenészekkel, mert ti már tényleg nagyon összeszoktatok, de... Rendkívül jó, nagyon jó, és szeretném, hogyha ez csak egy kezdet lenne. És Szexárdon van még rengeteg zenész, én el tudnék képzelni sok ilyen kísérletet is. És ez csak egy kezdet? Én remélem, hogy ez csak kezdet, és majd folytatódik. És kire gondoltál? Hát nem nevesítenék most. Egyáltalán az, hogy a kvartett végül is... Én nem vagyok ő évszámokban, x éve működik, és először nyitott. Ez már egy olyan jelentőségű dolog, hogy én szerintem biztató a jövőre nézve is. Jazz Quartettel úgy alakult ki a kapcsolat, hogy még jazz trióval alakult ki. 75-ben kerültem Szexárdba, és mint fiatal fuvolista. Már akkor összejöttem a zenekarral, és hát természetesen a Kelemen főorvos úr meghívására. Dolgozgattunk is itt, amikor a műfázban nagyon sok más szakkör is működött, a fúk és egyéb szakkörökkel párhuzamosan itt működött a próbák együtt voltak egy időben. Talán egy olyan jó fél évet próbálkoztam, de valószínűleg túl fiatal voltam, akkor valahogy a dolog a néptánc együttes fele húzott el, talán a fiatal lányok miatt is, és a könnyebbség miatt, hát a jazz az valószínűleg egy nehezebb műfaj, egy fiatal embernek tőlem akkor az még messze távol állt. Meglepetésként ért, hogy most felkértek?
Mondhatnám, hogy mindenképpen meglepetés volt, hiszen előtte nem esett erről szó. Bebejártam én a próbákra, mindig meghallgattam az együttes próbáit, és hát a koncerteken is itt voltam. És akkor jött a fölkérés, hogy két csodálatos szám van, hallgassam meg. Azonnal teljesen kottán, hangzóanya, kazettán, mindenféle módon megkaptam, meghallgattam, hát ennek már nem lehetett ellent mondani. Hogy mondjam, hogy jobban remegett a lábam, mint mondjuk egy begyakorolt néptánc műsoron, esetleg egy könnyedebb más műfajú fellépés során, ami azért előfordult az elmúlt 25 évben. Nem tudtam, hogy most kezdjek el még tegnap este vadul gyakorolni, vagy ne, vagy maradjon úgy, ahogy kialakult a dolog. Aztán kicsit az ember rákoncentrál a dologra, és mivel úgyis a szembefényben nem látni semmit, az ember csak a zenére hagyatkozik, illetve hát a társakra. Érezni kell a ritmust, érezni kell a zenét. Sikerült a dolog, de hát itt azért még van mit tenni nyilvánvaló. Kaptam olyan információkat Kelemen Endrétől, hogy még vannak tervei későbbiek folyamára is. Felvételkor is kiderült, hogy nagyon jól tudunk együtt játszani, együtt érezni, együtt muzsikálni velük, akár az énekesre gondolok, az Anikóra, a Körtés Józsira, Varga Gyuszira, akivel én éveket együtt muzsikáltam korábban. Tehát igazán nem volt nehéz egy hullámhosszra kerülni, de valójában mind a három remek muzsikussal nagyon-nagyon könnyű volt. Ha arra gondolok, hogy például az Anikó úgy csinálta a lemez felvételt, mivel ő Budapestről jött, és volt, amelyik számot úgy tanulta meg, hogy a lemez felvétel előtt egy-két órával tudta meg, hogy mit kell énekelni, és azért meg lehet hallgatni a lemezt. Szóval az lett belőle, ami, akkor elmondhatjuk azt, hogy igazán harmonikus volt az együttműködés, remek muzikális emberek, nagyon jó muzsikusok, Anikó nagyon jó énekes, úgyhogy csak dicsérni tudom őket, könnyű volt velük együtt játszani.